Köszönöm a beharangozást, hogy ennyire lesz fontos, azt majd nem én fogom eldönteni valószínűleg, hanem ti. Az biztos egyfajta, tehát amit most elmondok, az sokaknak újdonság lesz, és azon viszont mindannyiunknak jó hír. Ennek a konferenciának is az első neve 6 éve aztán Startup konferencia volt rettenetesen velősen. Nyilván sokat tanultunk sokan azóta arról, hogy mit is jelent ez, és hogy sokkal bonyolultabb ez a dolog annál, mint hogy néhány fiatal összeáll és meg akarja váltani a világot. Én azt gondolom, hogy a nagyvállalatok is sokat tanultak, erről szól ez az egész nap. De azóta, mióta valaki először kimondta ezt a szót Magyarországon, hogy startup, nagyon-nagyon sok minden változott. Kialakult egy olyan kulturális közeg, van média, rengeteg blog, ami ezzel foglalkozik, vannak Facebook csoportok, megjelent azóta a Forbes, amelyik gondozza ezt a kultúrát. 300 milliárd forintnyi kockázati tőke van a piacon, ami segíti ezt a közeget. Rengeteg külföldi jött dolgozni, azt gondolom, hogy tízezres azoknak a külföldi kollégáknak a száma, akik valamilyen innovációs közegben dolgoznak ma, elsősorban Budapesten, de az ország néhány más pontján is. Inkubátorházak alakultak, accelerátorprogramok indultak, IT és nem IT vállalatok indítottak el startupok számára versenyeket, programokat, inkubációs műhelyeket, egyre több ilyen van. És mikor először foglalkozott ezzel, mondjuk azt, hogy a kormányzat, én talán Cséfalvai államtitkár úr szájából hallottam először, akkor is megfogalmazódott, hogy jó, de hát annyira ilyen magyarosan csináljuk ezt az egész ökoszisztéma építést, mindenki szépen külön gondozza a saját kis virágját, és közben pedig látjuk azt, hogy hát nyilván a mindannyiunk által követni szeretendő Silicon Valley is példa, de most már nyugodtan mondhatjuk Párizst, Berlint, rengeteg európai nagyvárost is, abba az irányba mutat, hogy igenis valamit közösen kell csinálni, a tudást meg kell osztani, fizikailag sem már sokszor egy helyen lenni, és marha nagy igény lenne arra, hogy Budapesten legyen egy hely, amelyik fizikailag ennek teret ad. Tehát kell egy hely. És van is egy helyünk, amelyik régóta ott van a szemünk előtt, ugye egy néhány évtizede már egyszer felújították. Amikor ez a hely épült, a GANZ telepként, akkor is egy viszonylag innovatív vállalatnak adott otthont. Majd utána volt egy Álmok Álmodói, Világra Szóló Magyarok Kiáltás, ami szintén valahol az innovációhoz kapcsolódott, aztán később a Csodák Palotájának adott helyet, és az elmúlt években pedig teljesen lepusztult, beázott az épület, teljesen leamortizálódott, rendezvényhelyszínként ugyan funkcionált, de nem volt egy olyan tér, amire úgy tekintett volna bárki, hogy ez egy üzleti közeg. Ez a tér megújult. Tavaly nyáron egy kormányhatározatnak köszönhetően valamivel több mint 5 milliárd forint tér teljes műszaki felújításon esett át, és a kormányhatározat azt is definiált, hogy mi lesz ennek az új funkciója, Startup Campus. Hányan hallottak erről a teremből? Igen, tehát ahhoz képest, hogy milyen közegben vagyunk, ez gyakorlatilag egy nagyon jól eltitkolt információ volt. Hát megértem, hogy aki az üzlettel foglalkozik, az nem kormányhatározatokat olvas. Én sem szoktam egyébként, szerencsére. Ma így néz ki ez a hely. Nem egészen, ez a látványterve. Ma még dolgoznak ott, de július 1-én egészen biztosan állíthatom, hogy így fog kinézni, hiszen én szinte hetente többször bejárok, és a bútorok kivételével gyakorlatilag már nagyjából így néz ki. Azt gondolom, hogy európai léptékkel is értelmezhető méretű hely lesz ez, de mégis miről szól ez? Mi az a filozófia, mi az a motor, ami mögötte van? Egyrészt ez egy coworking hely, annak összes előnyével, hátrányával, tehát akik céget indítanak, nem akarnak még irodába költözni, vagy olyan szolgáltatók, akik közel szeretnének lenni az induló vállalkozásokhoz, vagy egyszerűen aki csak home office helyett egy más közegben szeretne, de mégsem a munkahelyén dolgozni, ami egyébként egy elég komoly nemzetközi trend, azok számára ez egy lehetőség, hogy ott napi vagy havi bérletet, vagy akár egy állandó asztalt béreljenek, vagy akár irodát béreljenek. Nagyon fontos, hogy ez a
hely, az mögött a hely mögött álló személyek, szervezetek nem akarnak önálló inkubátorként megjelenni a piacon. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok jó kezdeményezés van erre, hanem egyfajta befogadóhelyként, úgy hívtam, hogy meta-inkubátorként szeretnénk működni. Tehát nem, ez a csapat ez nem oszt pénzt, nem gondoz, mentorál csapatokat, de nagyon nagy örömmel helyet ad, facilitál, szervez meg programokat mások számára, tehát fizikai segítséget és a helyet is egyszerre ehhez tudjuk adni. Az erős kávé és az erős wifi mellett ennél sokkal szélesebb szolgáltatási portfólióval jelenik meg, tehát nyilván lesznek tárgyalók, rendezvényhelyszínek, és még néhány más, amiről azért még fogok beszélni. És az a bimodális innováció, amiről ma itt többször szó esett, hogy a nagyvállalatok és a startupok, illetve az őket kiszolgáló, facilitáló környezet egymásra találjon. Ez az a filozófia, ami a megalkotásában, és azt gondolom, hogy az üzemeltetésében is első számú lesz. Tehát azt szeretnénk, egy olyan közeget szeretnénk teremteni, amikor ezek a szereplők mind-mind egymásra találnak. Én azt gondolom, hogy technológiai rendezvények számára viszonylag mérsékelt azoknak a nagyméretű helyeknek a száma, ahová el lehet menni. Ez egy ilyen, szerencsére, de mondjuk a napfényt azt gondolom nem csak én hiányolom itt a délelőttből, azt gondolom ez egy ebből a szempontból egy kellemesebb hely. És annak ellenére, hogy ez egy belbudai második kerületi frekventált terület, és iszonyat magas rezsivel van, mert el tudjátok képzelni, 16 méter magas belmagasságot akár befűteni, akár hűteni, illetve akár csak bevilágítani, milyen költségekkel jár, mégis piaci alapú árazása lesz, tehát mondjuk az, hogy benchmark alapú árazása lesz a többi coworking térhez képest, akik egyébként köszönik szépen, jól vannak és üdvözöljük őket, hiszen nagyjából 100%-os teljesítettséggel működnek ma Budapesten a coworking terek, és igazából ott a második kerületben, vagy ott Belbudán nem is nagyon van értelmezhető méretű jelen pillanatban. Tehát ez a cél, hogy egy olyan fizikai, szellemi terepet biztosítsunk a szereplők számára, ahol egymásra találnak. Ez egy emeleti rész, ilyen konténertárgyalók, illetve rendes irodák vagy tárgyalók vannak ott, tehát 250 munkahely jel indul az egész hely, ezt is el fogom mondani, hogy miért ennyivel indul, és van körülbelül 20 olyan helyiség, amit majd vegyesen irodának, tárgyalónak lehet használni. Én azt gondolom, hogy a gyakorlat fogja megmutatni, hogy ezeknek az aránya mi lesz, tehát nyilván ennyi emberhez rengeteg tárgyaló is kell. Van egy mozitermünk, ami 100 fős, illetve két 30 fős egymásban nyitható szemináriumi terem. Július 1-től ezek mind-mind elérhetőek lesznek. És a szolgáltatás portfólió pedig azt jelenti, hogy olyan szoftver, illetve tananyag együttes várja a beköltözőket, amiben HR platformtól az üzleti szimulációig, iparági információig, benchmark adatokig, piaci adatokig mind-mind elérhető lesz. Projektmenedzsment, innovációmenedzsment szoftverek, tehát egy intranet felületen, egy intranet keretbe foglalva ezek mind-mind elérhetőek lesznek. Remélem, hogy sokak megelégedésére. És hát ahogy mondtam, ez egy befogadó központ szeretne lenni, tehát bármilyen olyan hazai vagy nemzetközi hosszú távú programnak, akár egyszeri rendezvénynek, egy meetupnak, vagy tréningsorozatnak, ami másoké helyet ad. Természetesen lesz néhány olyan saját rendezvényprogram, amit mi magunk fogunk majd szervezni, de mindenképpen azt szeretnénk, hogy ez egy olyan közösség, közeg legyen, ami mindenki számára elérhető. Ugye azért mondtam, hogy egyelőre mivel indulunk, mert ennek van egy második fázisa. Ugye amiről én beszéltem, az egy picit visszapörgetek, ami megnyílik ez a millenárison belül. Ugye ez az épület együttes, ez az üvegfalu, és ott a másik szárnyában, és akkor most megint visszapörgetek oda, ott pedig jövő évtől lesz startup campus funkció. Lesznek vállalati innovációs irodák, még hogy pontosan menjenek, a belső építészeti tervezése folyik, de azt szeretnénk, hogy azok a meglévő, vagy még meg sem lévő nagyvállalati innovációs, inkubációs programok, amik elérhetőek, azok beköltözzenek ide a inkubátjaikkal együtt, akik a közösségi térben ott tudnak lenni, és akkor a gyakorlatilag a vállalati program rész az pedig
ebben a térben. Lesz egy saját digitális videostúdió, ahol mindenki professzionális anyagokat készíthet, ehhez természetesen lesz személyzet, ez egy szolgáltatás szintén, illetve itt a vizuális kultúrával kapcsolatos képzések fognak még zajlani, illetve lesz egy alkotó műhely, azt hiszem, hogy talán a Makerspace néven többen ismerik, ami pedig teljesen alkalmas lesz arra, hogy azok, akik fizikai terméket állítanak elő, nem csak holmi szoftverrel matatnak, azok ott prototípus fejlesztést fognak tudni végezni, illetve ott is ezzel kapcsolatos képzések lesznek elérhetőek. Ugye ez egy IVS konferencia, én az IVS főtitkára vagyok, hogy kerülünk mi ebbe bele. Az IVS kiemelt partnere, szakmai partnere lett a Millenáris Nonprofit Kft-nek, aki az üzemeltetését, hasznosítását végzi ennek a területnek. Mi dolgunk az, hogy a hazai és nemzetközi partner kapcsolatokat kiépítsük, hogy olyan programokat, rendezvényeket vigyünk oda, amik élővé teszik ezt a helyszínt, és nem utolsó sorban természetesen valamennyire gazdaságossá, annak ellenére, hogy ez nyilvánvalóan egy befektetés az állam oldaláról. A mi dolgunk lesz a kommunikáció is, tehát az, hogy hírét vigyük ennek Magyarországon, nemzetközi szinten, hogy folyamatosan tájékoztassunk az ott lévő újdonságokról, rendezvényekről, eredményekről, amiket a közösség közösen ért el. Nyilván működtetni is kell egy ilyet, mindig legyen jó kávé, mindig legyen hozzá te is, és az asztal, legyen jó a wifi, és az asztalok ott legyenek a helyükön, hogyha rendezvény van, át kell szervezni, minden ilyen technikai dolog is ránk hárul, és végül nem utolsó sorban a mi dolgunk az is, hogy értékesítsük ezeket a helyeket, mind a coworking place-t, mind a programokat, mind a irodákat. Gyakorlatilag klasszikus értékesítési modellben megyünk, lesznek napi jegyek, lesznek havi bérletek, startup tagság, válti tagság, már él a weboldal, ezen a linken meg lehet nézni, és ugyanígy tárgyalóbérlés, illetve rendezvény bérlés szempontjából is ez egy kellemes helyszín lesz, azt remélem. Úgyhogy gyakorlatilag az alapinformációk ezen a linken már elérhetőek. Kinn a bemutatóteremben van egy kis stand, ami mögött ott fogunk állni kollégáimmal, és ennél bővebb tájékoztatást tudunk mindenkinek adni, aki érdeklődik, és július 1-én hivatalosan megnyílik próbaüzemmel, ami október közepéig tart. Ez nyilván egyrészt az árakban jelentkezni fog, mindenki oda jöhet, kipróbálhatja, mennyire kellemes ez rendezvényre, vagy akár munkahelyként. Az alatt nyilvánvalóan számtalan apró, remélhetőleg nagyobban nem problémába fogunk ütközni, ebben ehhez a türelmeteket kérjük, megpróbálunk mindent orvosolni, és az a cél, hogy ősztől ez egy olyan helyszín legyen, ami európai szinten is felteszi Budapestet arra a startup térképre, amit még Zábolyi úr, illetve nagyon sokan megfogalmaztak az elmúlt, hát most már lassan egy tizedben, és azt gondolom, amiket én olvasok régiós, illetve európai benchmarkokat, az látszik, hogy Budapestnek rendkívül jó esélyei vannak, és talán ez az utolsó láncszem, ami nagyon hiányzott ahhoz, hogy már Bécs és Berlin nyakán loholhassunk ebben az egész startup közösségben. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, mi rendkívül izgatottak vagyunk, reméljük, hogy ebből valamennyi rátok is sikerült átragasztanunk, és reméljük, hogy ott is fogunk találkozni mindannyiótokkal. Köszönöm szépen!